A metódszereléknél, amivel ilyen 80, 90, 100, 120, 150 métereket horgászom, ott általában dobóelőkét szoktam tenni fonotból, ilyen 6-8 méter hosszúságú dobóelőkét, hogy a dobásokat azt el tudja indítani. Ne kopjon el horgászat közben a zsinórom, ne dobjam el az iszonyatos energiájú dobás miatt a szerelékemet, viszont a metód horgászatnál nem én akasztom meg a halat, csak legfeljebb rásegítek már. Ott az ütköző, meg az ellenállás miatt maga a horog már rögtön akad. Azzal, hogy én rátartok, vagy sajnos horgász, sok horgásznál lehet látni, hogy bevág és még hatot szalad hátra. Tehát az már csak abban segít, hogy ha egy picikét megakadt a horog, hogy üljön rendesen, és utána nem maradjon le már fárasztás közben. Nagyon vigyázni kell egyébként a horgászatnál az én meglátásom szerint arra, hogy el kell menni abba az irányba, hogy amit meg lehet tenni a hal kedvéért, hogy ne sérüljön, ne bánjunk vele rosszul, ponyhmatrac, ne zsúfoljam össze halatok nélkül, csak azért, hogy csináljak róla egy fotót, ne emeljem föl és ne így tartsam a 10 kilós ponyt, rúg egyet és kiesik és ott döglik meg. Tehát ezek, és még sok egyéb dolgot lehetne sorolni, ezekre a dolgokra nagyon oda kéne figyelni. Ugye tipikus, meg kell mérni a halat, hogy a súlya mennyi, a mérlegnek a nyelvét beakasztja a hal szájába. Sok ilyen dolog van, ezekre nekünk horgászoknak én nagyon odafigyelünk. Egyrészt, hogy vigyázzunk a halra, mert nekünk valahol ő biztosítja a szórakozást a kapásai, a fárasztása révén. Ha nem is viszem el a vízpartról, főleg olyankor, elsősorban olyankor is, ha nem vissza akarom helyezni, hogy az majd valaki másnak, vagy legközelebb nekem, mindenkinek örömet okozzon. Teljesen más érzés egy teljesen éppikkelyzetű, épszájú halat megfogni, azzal lefotózkodni, mint sok esetben sajnos sok vizen tapasztalható, hogy az ilyen nullás, egyes, kettes méretű nagykampókkal szinte már azon csodálkozunk, hogy hogy tudod beakadni a horog, mert nincs mibe. Szét van szedve a halnak a szája. És ez emberi odafigyelés kérdése, mert tényleg, hogyha megfelelő méretű horgot és egyéb ezeket a dolgokat, amiket elsoroltam, ezekre odafigyelünk, akkor sokkal egészségesebb, szebb halállománya marad minden víznek.